Dicsértessék a Jézus Krisztus! Őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntöm ezen a kissé rideg, hideg, de kevéske napsütéssel fűszerezett kora délelőttön az EVTN televízió nézőit, akikkel az eucharisztikus áldozat oltárában már egyesültünk, találkoztunk Jézussal. Igyekszünk most ezt a délelőttöt is úgy tölteni, ő vele, ő benne, hogy valóban egymás életén, élményein, tapasztalatain gazdagodjunk. Hogy valóban itt legyen közöttünk a szeretet és a Jóisten kegyelme, hívjuk segítségül a Szent Lelket. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be a Te híveid szívét, árasz ki lelkedet, és minden életre kél. Úristen, ki ezen a délelőttön is híveid szívét gazdagítod, add, hogy a Szentlélek erejében felismerjük, ami helyes, és a jóságán, szeretetén mindenkor örvendjünk. Amen. Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Amen. Nyári Andrea és Berec Judit munkatársaim nevében is nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és ahogy a EVTN újságból már sokan értesültek, ezekben a keddi napokban elkezdtük a 8 boldogság gondolatait közösen átbeszélni, átelmélkedni. Mielőtt ebbe a témába, nevezetesen, hogy boldogok a szelidek, mert övék a föld, a közösségszolgálatnak az elérhetőségét hagy ismertessem, a telefonszáma, ami hamarosan itt megjelenik szallag címként, 061-780-80-85-ös, a e-mail címe pedig ékezetek nélkül kozosségszolgálat@evtn.hu. A élő adásunk telefonja pedig, amelyen már is várjuk az Önök érdeklődő és élménybeszámoló véleményeit, gondolatait, 061-808-95-55-ös szám, 061-808-95-55-ös szám. Buzdítok mindenkit, hogy élményeit ossza meg, számára mit is jelent az, hogy szelídség, mit is jelent az életünkben. Még egy másik témát is hagy ismertessek most Önökkel, ami szintén lehet ma délelőttünknek a fő témája. Ez az időszak ugye már sok helyen a bérmálásra való készületnek a utolsó időszaka. Nagyon sok családban a bérmálás szentségére készülnek, vagy bérma gyermekként, felnőttként is, aki most bérmálkozik, és a bérma szülők, a bérma anyukák, bérma apukák. A másik kérdésem mindannyiuk felé, hogy az Önök életében milyen emlékekkel társult a bérma szülői tisztség, vagy menjünk vissza egészen a kezdetekig, hogyan emlékeznek vissza a saját bérmálkozásukra, milyen élményeket szakít ez fel Önökben.
A alaptémánk pedig, hogyan élem meg, hogy boldogok a szelidek. Jézus, amikor ezt a boldogság fogalmat feltárja a hallgatói előtt, ott szerepel ez a szó is, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Mit is jelent ez a föld? Nem más, mint az Isten országa, amelyet nem fegyverrel, nem is erőszakkal, hanem szelídséggel lehet birtokba bennünk. Nem a harag, nem az indulat vezet célra, hanem egyes egyedül a Jóisten akaratának elfogadása és a türelem gyakorlása. Az ember igazi győzelme, legyen az akár ellenségeinkkel szembeni magatartásunk, azt jelenti, amikor ellenfelünket szelídséggel, türelemmel megnyerjük. Nem legyőzzük, megnyerjük. Szembesítjük azzal, hogy az erőszak az soha sehova jóra nem vezet. Ha van szó, ami hiányzik az Isten és az evangélium szótárából, akkor első között szerepel ez a bizonyos erőszak. Felejtsük el, még inkább a bosszút, a haragot. Jusson eszünkbe az első pápa, Péter apostol levele, ne nyugodjék le a nap haragotok fölött. Ne adjatok helyet magatokban az ördögnek, a sátánnak. Igen, mi emberek, és ez az áteredő bűnnek egy sajnálatos hozadéka, amelyet csak Isten kegyelmével, a megszentelő és segítő kegyelmével tudunk orvosolni, ami ott lapul mindegyikünkben, hogy a kihívásainkat igyekszünk megtorolni. Ha valaki úgy szól nekünk, olyan magatartást tanúsít irányunkban, úgy viselkedik, akkor belső elégtételt érzünk, és ellenfelünket az esetek sajnálatos nagy többségében, vagy testi, vagy lelki fegyverrel igyekszünk ártalmatlanná tenni. A civilizáció, az emberiség történelme az ókortól kezdve hiába mutat be fantasztikus fejlődést. A technika, a minket körülvevő különböző termelési viszonyok helyzetében sajnos megállapíthatjuk, hogy tapasztaljuk napról napra, nem biztosíték a civilizáció a türelem bennünk való erősödése mellett, sőt, a totális háborúk, a feltétel nélküli megadás épp oly jelszava maradt korunknak, mint a barbár világé volt, amikor a ellenünk rosszat tevőnek, vagy úgy véljük, velünk rosszat cselekvőnek, nem látunk mást. Örömmel jelzik munkatársaim, az első telefon már is megérkezett. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Halló! Mindörökjám! Hogy szólíthatom? Mindörökjám! Szeretettel köszöntöm, kedves Judit! Hallgatjuk! A műsor elején említette, hogy nyugodtan olyan témáról is betelefonáltunk, hogy a saját gyermelési emlékünkkel kapcsolatban. Amikor én voltam gyermelkozó, akkor a településünkön úgy volt, hogy 3 évente volt gyermelkozás, és a 6-os, 7-es, 8-osok együtt gyermelkoztak, és én 6-osként részesültem a gyermelkozás szentségében. Igen. És mondjuk bennem nagyon megerősített akkor a lelki életben, illetve
a Szentléleknek a működése. Lehívása. Sokféleképpen fogalmazhatunk. Igen. És mondjuk azt sokszor gondolkozok azon, hogy mondjuk ahol szállítottam, azon a plébánián, és de hogy más helyeken is tapasztaltam, hogy a bérmálással, úgymond kikeresztelkednek sok helyen. Sajnos, nagyon igazat mond, kedves Judit. Így van. És ezt mindig szomorúsággal tapasztalom, hogy inkább a bérmálásnak szerintem annak lenne a lényeg, hogy megérősödjünk létben, és tényleg egy közületilegtel vegyünk részt, és újonva vegyünk részt az egyház életében, ne pedig eltávolodjunk, vagy ezt a szentség is le van tudva, úgymond, és akkor tenne. Ez olyan tapasztalata önnek is, amely sajnos a környezetében az elmúlt években, évtizedekben szemmel láthatóan megtörtént ez a idézőjelben kikeresztelődés, vagy kibérmálkozás? Igen, és mondjuk azt is észrevettem, hogy mondjuk a fiatalok, változó rendszerességgel vettem észre, hogy vannak plébánián, ahol tele vannak fiatalokkal a templomok, és mindig öröm látni mondjuk ifjúsági misén, vagy mondjuk Szegeden jártam egyetemre, és ott mindig volt a Szegedi Dómban vasárnap este egy misa, amin kifejezett ifjúságnak. És hogy ott mondjuk teljesen öröm volt, hogy tele volt a Szegedi Dóm csak egyetemista fiatalokkal, és jó volt látni azt, és hogy talán minden templomban jó lenne így tömbölni fiatalokkal a templomokat, és hogy tényleg ez... Ez a vágyunk, minden. Ez a célunk, meg a Úr Jézus is, a Jóisten is ennek örülne. Nagyon, nagyon igaz, ugye a bérmálás konfirmáció. A latin szó eleve annyit jelent, hogy megerősítés. Ezt még ugye a protestáns testvéreink is alapszóként használják, konfirmálás. Nálunk a bérmálás terjedt el magyar szóként, de ugyanazt jelenti. Ugye a szentség kiszolgáltatás már egy jó 15-20 éve legalább, sőt lehet, hogy több is, a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia döntése értelmében megkezdett 7. osztálytól terjed. Régebben ugye ez kisebb korban is megengedett volt. Én magam is azt hiszem ugyanúgy, mint ön, 6. koromba vettem fel Miskolcon a Mindszenti templomban ezt a csodálatos szentséget. És talán azért is döntött így a püspökkari konferencia, hogy minél érettebb legyen az a bérmálásra készülő, hogy tulajdonképpen itt egy olyan szentséggel van dolgunk, amely már a keresztség óta bennünk van. Hiszen a Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kereszteltek meg annó, annak idején valamennyiünket. De amikor eljutunk tudatunk egyre önállóbb használatára, kézbe vesszük az életünket, a ifjúkornak a küszöbét lassan átlépjük, talán egy kicsit éppen a viharos kamaszkornak az időszakában vagyunk, akkor különösen szükség van, hogy felerősödjön bennünk a Szentlélek működése, hiszen olyan ajándékai, mint a bölcsesség, tudás, jó tanács, értelem, az Úr félelme, lelke, ezekre óriási szükségünk van napjainkban. Természetesen, hogy ez egy-egy fiatalban,
mennyire marad meg, ez a saját szabad akaratán áll, vagy bukik. Ami talán ma egy kicsit problémás, hogy nagyon sok szülő csak formaságnak tekinti ezt a szentségkiszolgáltatást. Ha már voltál elsőáldozó, kisvőlegény, kismenyasszony, akkor bérmálkozis meg, és sajnos, ahogy fogalmazott, kibérmálkozik az egyházból. És nagyon sok szülő bérmaszülőnek lehetőleg, és most elnézést kérek a EVTN nézőitől, jelenlevők biztos, és a nézők kivételek, nagyon sok szülő úgy dönt, hogy a bérmaszülői tisztségre lehetőleg egy tehetősebb családtagot vagy ismerős kérnek fel, hogy valami értékesebb földi ajándékot adjon. Pedig ugye, és ezt azt hiszem ön is megerősíti, hogy a bérmaszülő tisztsége nem a evilági kincs, egy akár nyaklánc, karóra, de már sajnos hallottam olyanról is, hogy robogó, sőt, autó, ami abszolút túlzás, de van, létezik, hanem példa a bérmálkozó számára. Az ön bérmaszülője ebbe a kategóriába tartozik? Olyan szempontból igen, hogy a példa, vagy hogy őszintén nem is emlékszek, hogy mondjuk tárgyanyadékot kaptam volna tőle, hanem lehet, hogy kaptam, tényleg nem emlékszek. De nem ez maradt meg önben. Nem ez maradt igen, meg. Igen, így van. És ez a jó, ez a jó. Hanem az a gesztus is, ugye, amikor ráteszi a bérmálandó vállára a kezét. Ez egy kezeskedek arról, hogy azon az úton, amelyen már a bérmaszülő jó pár éve, évtizede jár, és egyre közelebb az Isten országa felé, kezeskedem, hogy a rám bízott gyermek, mert bárhány éves legyen is az a gyermek, az ugye bérma gyermekem. A bérma szülő meg bérma agypám, vagy bérma anyám. És ez önmagában ezek a szavak tisztséget, tekintéllyel bíró tisztséget is jelentenek. Sokszor úgy elnagyoljuk ezeknek a szavaknak a jelenlétét. Nem gondoljuk végig. Múltkor éppen a egyik kedves jószándékú család azzal keresett meg, hogy lehetne a bérmálásra készülő gyermeknek a bátyja, aki épp hogy betöltötte a 14 évet, a bérma apja. Hát mondtam nekik, hogy jaj, ezt nem. A bérma szülő nagyon groteszk, hogy a saját bátyámat úgy szólítsam, hogy bérma apám. De ha belegondolunk, minél érettebb és minél hitelesebb az a megkért, kiválasztott személy, akit a szülők felkérnek erre, annál biztosabbak lehetünk abban, hogy a gyermekben is ott lesz egy méltóság, hogy mire is igyekszik engem az én bérmaszülőm segíteni. És hát ennek örüljünk együtt, hogy nem emlékszik a bérma ajándékra sem, mert a legnagyobb ajándékot a hitében, az elkötelezett Krisztus követő életében megkapta. Én nagyon szépen köszönöm a telefonját, és remélem jó néhányunkban előjöttek a bérmáláskori élmények, ezekkel kapcsolatban is várjuk telefonjaikat, és ahogy a alaptémánk is jelöli, ne féljünk arról beszélni, hogy az életemben mikor volt nagy szükség a türelem gyakorlására. Várom telefonjaikat, elérhetőségünk 061-es, 808-as, 95-55-ös
telefonszámon kapcsolódhatnak bele élő adásunkba. Még mindenre várunk, hagyj emlékeztessem kedves mindannyiunkat, hogy az Úr Jézus egyszer használta azt, hogy tanuljatok tőlem ezt a felvezetést. És amikor ezt elmondja az összes ott levőnek, akkor így folytatja, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. Ezek szerint a szelídség egy nagyon fontos magatartás az Isten országa építésében és keresztény jellemünk megtartásában. A szelídség. Mindig összekapcsoljuk a báránnyal, és nem véletlen Jézus a legmagasabb szinten az Isten báránya, aki beváltotta a próféta jövendőlést, úgy áll gyilkosai előtt, mint a bárány, nyemnyitva ajkát szólásra. Újabb telefonáló a vonalban. Halló, halló! Dicsértessék a Jézus! Mindörökké, amen! Hogy szólíthatom? Margó vagyok. Margó, szeretettel köszöntöm. Tessék mondani. Szeretnék az elsőhöz hozzászólni, az első kérdéshez. Nagy örömmel. Boldogok a cserébet. Igen. Mert eszembe jutott a Föld szeretete, egyébként a napokban volt a Föld napja, és valóban szerintem a természeti törvények értelmében és kapcsolatában, a Föld és az ember kapcsolatában, tehát visszagondolok a földműves őseimre, akik mennyire tisztelték a Földet, és ugye abból éltek, és szerették. Tehát a természet és az ember kapcsolatában nyilvánul meg az a szelídség, ami kölcsönhatással van egymásra. És fantasztikus volt őseinknek a Föld szeretete. Valószínű, hogy ez a boldogság mondás is biztosan ilyesmit akar, hogy csak azok tudnak örülni a Föld ajándékáinak is, akik tulajdonképpen alázattal közelítenek a Földhöz. Nagyon jó meglátás, kedves Margó, nagyon köszönjük. Valóban ez is egy jó rávilágítása, hogy azért az Úr Jézus minden üzenetében, minden tanításában mennyi dimenzió van, mennyi sokszínű tanítás bújik meg. És amikor én biztos vagyok benne, hogy ön egy gyakorló Krisztus hívő, a hanghordozásából is ez kitűnik, és biztos vagyok abban is, hogy nagyon büszkék most önre az ősei, bizony, amit említett is, kedves Margó, hogy a magyar nép, hát eleve csak ugye földrajzi fekvésünknél fogva, mi mindig is egy mezőgazdaság központú ország voltunk, akinek a föld jelentette az életet, a megélhetést. És amilyen a környezetünkhöz való viszonyunk, mennyire türelemmel tudjuk kivárni, hogy az elvetett mag legyen az bármilyen haszon növény, meghozza gyümölcsét, mennyi türelem, mennyi szelítség kell. Vagy, ahogy, igen, szóljon közben, mondja. Még ide vezetném vissza a határban található keresztek állítását is, és a gondolatot, hogy állították oda az emberek, mert tulajdonképpen ott is az Istenben bízva végezték a dolgukat, és az ő áldását kérve a munkájukra. Tehát teljes mértékben az Isten és az ember kapcsolata megnyilvánult a munkába, nem beszélve a kalaplevétel például a köszöntés. Tehát tényleg tulajdonképpen szimbólumokkal is kinyilvánították a Föld szeretetét a saját munkájuk alatt. Nagyon is. Jó.
és valóban a feszület, hogy ott maradjon az Isten áldása azon a néhány hektáron, vagy azon a parcellán, amit a mi verítékünk készít. És még egy fél percünk van, mert újabb telefonálót jelölnek a munkatársaim. Én nem venném el az időt, akkor... Nagyon köszönöm, hogy hívott, és ápolja ezt a gyönyörű gondolatot, és sokat imádkozzon, hogy idén is, ugye most lesz hétvégén búzaszentelés, megteljenek idén is a csűrjeink. Isten áldása legyen a családján. Köszönöm Isten a hívást. Áldja. Isten áldja. Én is köszönöm. Isten áldja. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Halló, halló. Vonalban tetszik lenni. Az Úr Jézus Krisztus. Nagy szeretettel köszöntöm. Kedves Gyula atya, Gábor vagyok, Siótokról. Hát mi már ugye régebben ismerjük egymást. Kedves igen. Gábor, hallgatlak örömmel. Mondd. Hát atya, először is a reggeli szentmiséért szeretnék nagyon hálát adni, mert csodálatos volt Szent Adalbert tiszteletére mondott szentmiséje. Istennek legyen érte hála. Köszönöm szépen. Igen. A másik dolog, hát ha szabadna a saját bérmálásomról két-három mondatot. Örömmel. Én, mint első osztályos ferences diák, részesültem a bérmálás szentségében, és hát hála az Úrnak annyian voltunk, hogy a körülbelül 300 férőhelyes templomban nem fértünk el a akkor még mártírok útján, azóta ugye visszakapta a leánykori nevét a Margit körút, úgyhogy... Jó, szellemes. Igen. És hát a rendház udvarában volt a bérmálás, ott voltunk sorba több százan, óriási. Hát valami csodálatos élmény volt, és hát elmondanám, hogy a bérmaszülőm az édesanyám testvére volt József, és ezért igen. Szent József lett a bérma védőszentem, igen. Akihez azóta is buzgón imádkozom. Nagyszerű, és később is, ugye akkor valóban megmaradt a rendszeres találkozás a bérma apával, tehát, hogy így mondjam, tanult tőle, okosodott tőle lelki dolgokban is. Igazi bérma igen. Szülő maradt. De, igen, és... Igen, mondja... Én szerveztem meg a 50 éves házassági évfordulójukat, az a Szent Anna templomba volt, hát az is csodálatos volt, és hogyne. Még utána is, vagy 7 évig szép házasságba éltek, példamutató életet ilyen adott hossz, nekem. 57 év a szentségi igen. Kötelékbe, gyönyörű. Igen, Gábor, nagyon, nagyon jó, hát most, hogy mondta ezt a bődületes számot, hogy több százan, meg mintegy 300-an, hát bizony ilyenkor úgy igen. Elszégyellem magam, hogy örülünk napjainkban azoknak, akik ezt a szentséget még kérik, igénylik. Ez is jelzése annak, hogy ez a bizonyos sokat emlegetett, ugye szekularizáció, elvilágiasodás, mennyire a legalapvetőbb krisztusi kincseinket úgy besöpri a, mondjam azt, a múlt szőnyege alá, pedig a bérmálás, nem győzzük hangoztatni, hogy ugye ez a felnőtté válás szentsége, és az ön életében azért remélem a idősebb korosztály nevében is mondhatom, hogy nagyon sokunknak a életében egy döntő, meghatározó erőforrás mind a mai napig. Biztos önben is ott él az a pillanat, amikor a illető ordinárius megkérdezte, hogy megígéred-e, hogy jó keresztény leszel? És azt mondtuk neki, hogy megígérem. És hát szabadjon, ez egy óriási erő. Igen? Igen. Szabadjon egy gondolatot hozzátenni, hogy itt a osztálytársaimmal sok-sok éve érettségi találkozót is tartunk itt Siófokon. Igen. És hát idén lesz a 57. abból is. Akkor ez a szám most egy kicsit ilyen mágikus szám lett. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy elmondta élményét. Esetleg itt is megmerem kérdezni, hogy arra esetleg emlékszik-e, hogy milyen bérma ajándékot kapott ezen a csodálatos József bérmaszülő személyén túl.
Vagy önnél is ez teljesen elhalványodott? Elhalványodott, de valami dereng. Én úgy gondolom, hogy az első áldozási imakönyvem után talán kaptam egy feldőttebbet. Nagyszerű. De köszönöm. De ez... nem vagyok 100%-ig biztos. Mondjam így, hogy a Józsefnek jó ízlése volt. Jó bérma apa, aki tudta azt, hogy az ünnephez mi illik. Mi az igazán méltó szimbóluma. Itt előbbi betelefonálunk, ugye? És köszönöm, hogy hívott, kedves Gábor. Nagyon jó egészséget kívánok. Milyen idő van ott lent a Balatonparton? Ugyanilyen borús. De ha még nincs más telefonáló, hagyd mondjak egy gondolatot, hogy mondd. Tegnap előtt mentek el egy 50 személyes busszal római zarándoklatra a híveink. Igen. Kérek esetleg másokat is, hogy imádkozzanak, hogy lélekbe feltöltődve és egészségbe visszatérhessenek szombaton majd. Így van, mert most van a magyarok zarándoklata. Igen. Őszentségénél, Ferenc pápánál is, de csatlakozunk. Akkor én javallom is, hogy most az úton levőkért a úti boldogasszonyhoz imádkozzunk, a szűzanyát kérjük, hogy az ő szent fiával ne csak ezt az 50 fős csoportot, hanem a magyar zarándokokat határon innen és határon túl épségben segítse, hogy odaérjenek, és sok-sok lelki élménnyel haza is találjanak. Úgyhogy a most segíts meg Mária imát, értük, felajánljuk. Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Amen. Most segíts meg, Mária. Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség, kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Szűz Mária, úti boldogasszony, könyörögjél érettünk. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. További szép napot kívánok, és köszönöm szépen az élményeket. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Dicsértessék az Úr Jézus. Mindörökké, amen. Még a telefonra ismét várunk. 061-808-9555-ös számon. Hagy folytassam a Úr Jézus tanító mondata után, hogy tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, amire tulajdonképpen a Gábor előtti telefonáló, Margó is nagyon jól rávilágított, hogy a szelídség, a türelem, az tulajdonképpen alázat. Mennyire tudok megalázkodni az Isten erejével a saját ösztöneim előtt, és mennyire tudom ezeket elfojtani, mennyire tudom magamban legyűrni, mennyire tudom lebirkózni szó szerint. Ez egy nagyon komoly önküzdelmet, önharcot jelent. Érdekes szavak ezek, de nem árt nem elfelejtenünk ezeket. És ha példákat szeretnénk találni Jézus életéből a türelmére, mondjam azt a szelídségére, akkor példaként mindjárt legyen itt maga az apostoli testület két tagja, kiemelem külön is. Az egyik Péter, a másik pedig Tamás apostolok. Micsoda türelem volt Jézusban, hogy ebből a nagyon szangvinikus, hirtelen vérmérsékletű apostolból egy csodás, vértanú Szent Pétert, az egyház első pápáját tudta kimunkálni lelkiekben. Számomra mindig egy kicsit biztató is, sőt nem csak kicsit, nagyon, hogy a egyház első pápája Szent Péter,
mert nagyon zavarba jönnék, ha az egyház első pápája Szent János evangélista lenne. Egy rendkívül tiszta lelkű, romlatlan, szinte nincs a Szentírásban olyan leírás, történet, amelyben ő rá a leghalványabb vetülete is a bűnnek, a gyengeségnek rásugározhatna. A másik pedig Szent Tamás, aki ugye húsvét vasárnap este nem volt ott a többi tízzel, hiszen ekkor már Júdás öngyilkos, de amikor egy hét múlva újra eljön Jézus, akkor Jézus nem vonja felelősségre, hogy ejnye fiam, hanem egyszerűen odaáll, és még biztatja is, tedd a kezedet a sebeim helyére, ne légy hitetlen, hanem hívő. A türelem, vagy micsoda türelem az, amikor elhalad az Úr Jézus a vele tartókkal, annak idején Lévi a vámos asztala mellett, és egyszer csak megáll, és azt mondja neki, kövess engem. Milyen türelemmel nevelte át ezt a Lévit, a vámost, milyen türelemmel fogadta be az apostoli testületbe, hogy ő belőle legyen Szent Máté, az az első evangéliumot megíró apostol, aki ezen a hatalmas változáson átment. Vagy milyen végtelen türelme, szelítsége van a mi urunknak, amikor Zakeus találkozás történetében olvassuk, azt meri mondani ennek a, hát nem éppen tiszta múltú férfinak, szállj le gyorsan a fáról, mert ma nálad kell megszállnom. Mennyire benne látja, szeliden, előítéletmentesen, végtelen türelemmel Zakeusban a néhány óra múlva megtérőt, aki négyszeresen teszi jóvá az okozott kárt azoknak, akiket különböző ügyeskedéseivel becsapott. Valóban a türelem, a szelídség, azt hiszem napjaink Krisztus hívője számára a legnagyobb erényé magasztosult. De menjünk ki egyszerűen az utcára. Közlekedés, jaj. Ugye, mint magam is vezetek, hát bizony, az a bizonyos defenzív taktika, meg az a bizonyos előzékenység, türelem, hányszor hiányzik a volán mögött ülőből, vagy a megbocsájtás, vagy ott vannak a tömegközlekedési eszközeink. Mennyire vagyok türelmes, hogy amikor látom, hogy felszáll egy villamosra, metróra, buszra egy idősebb ember, azonnal lereagálom, felállok, ha fiatalabb vagyok, és átadom a helyem szeriden, örömmel. Újabb telefonáló a vonalban. Halló, halló, dicsértessék, Jézus Krisztus. Mindörökké a mendrága gyuratja. Hogy szólíthatom? Hát Judit vagyok Gyöngyösről, a még egy Judit, telefonáló. Szeretettel köszöntöm. Igen. Ezúttal nem, a, nem az utcáról hív. Nem az, jaj, de aranyos tetszik lenni, hogy emlékszik persze, rám. Nem igen, is esik nem az eső. Utcáról, de jaj, de fúj a Mátra szele, méghozzá borzasztóan. Előbb mentem ki a társasháznak a kukáját na. Behúzni, és na, atya, eszembe jutott, hogy van nekem egy csodálatos 88 éves könyvem. És ima pedig. Könyvem, az örök imádás. Hogy? És abban kinyitottam, és hát nekem mindig segít a Szentlélek. Mondja. Ott nyílt ki, hogy imádság a Szentlélek hét ajándékáért. Tessék majd megmondani, hogy melyiket olvassam föl, mert ez különben hosszú lenne, úgyhogy azt mondja a bölcsességért, az értelemért, igen, tanácsért. Az erősség lelke.
azt hiszem, mert az áll legközelebb a türelemhez. Az igen, állhatatosság. Az igen. Na mindjárt igen. Megkeresem az erősséget. Azt mondja, hogy... Igen. Ajaj. Na. Oho. Ez most pünkös le. Na most, ja igen, most közbeavatkozott, akinek nem kellett volna, és ellapozódott az a drága, csodálatos ima könyve. Az erősségét mindjárt. Megvárjuk. Hát nagyon sajnálom. Nem baj, Judit. Igen, itt megvan, meg lesz, igen. Dolgozik a kegyelem. Hallgatjuk. Igen, dolgozik a kegyelem. Jöjj el, erősség lelke, adj erőt az erősíts meg a jóban, erősíts meg a gonosz ellenség támadásai ellen, hogy soha le ne győzhessen, az Istentől el ne választhasson. Ó isteni lélek, add nekünk a hitpajzsát, melyel a sátán minden ízónyirát eloldhassuk. Amen. Ez ennyire rövid, és utána mi atyánk, üdvözl egy dicsőség. Nagyszerű. Jaj, olyan nagyon köszönöm. Mint. Na, ennyit szeretem. Maga ez az imakönyv, ugye most már ez egyre a... több embernél látom, templomban igen. is, hogy számos helyen újra felfedeztük, sőt, tudok arról, hogy újra nyomtatták külföldön is, és nagyon-nagyon értékes. Igen, igen. Igen, ez a... Igen, ezt mondja Walter Izsó után, Varga Mihály igen. adta ki, és gyönyörű képek vannak Sávoly Dezső rajzaival, és ezt én egy 96 éves barátnőmtől kaptam ajándékba most nemrég. Ez mikori kiadás, kedves Judit? Ezt mondom, 88 éves, tehát 1936-ban adták ki. Szent István társulat. Szép. Apostoli Szentszék könyvkiadója igen. adta ki. Ugye, hogy értékes, Judit, nagyon szép. Kedves, ön igen. hogy emlékszik a bérmálására egyébként? Ja, érdekes dolog, vagy hogy én nem nagyon emlékszem, pedig mm-hmm. hát nagyon, nagyon vallásos szent családban nőttem föl, és érdekes, hogy nem nagyon emlékszem a bérmálásomra. De arra emlékszem, hogy mikor keresztülő lettem, öt keresztgyerekem van, azokra mindre emlékszem. Értem. De érdekes, hogy a bérmálásra az nem, úgy... pedig Zsófia a bérma nevem, azt igen. tudom, de nem emlékszem arra. Hát biztos, valószínű, hogy akkor még nagy betegség igen, volt, két hónapig feküdtem reumeszik gyulladásban, majdnem elmentem, igen, és tessék elképzelni, hogy biztos azután történt a bérmálás, igen, azután, igen. mert akkor voltam... De még gyerekkorban mondjam így, és erre, érdekes, erre nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy a májusi litániákra gyöngyösen, arra igen. mindig emlékszem. Értem. Az nyomott olyan emléket a lelkembe, hogy soha el nem felejtem a májusi litániákat, és én nekem, mikor májusi litániákon veszek részt, akkor hát mindig én ott van velem a szentélyet. Visszatérnék a imára, igen, amit a örök imádásból felolvasok, igen, hogy a hit pajzsa. Most milyen érdekes, igen. Judit, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jó néhány éve már létesített egy ilyen díjat is, a Párma igen, Fidei. Igen, hit pajzsa? A hit pajzsa. Igen. Nem tudom, erről jaj, nem értesült. Valamit hallottam, rémlik, igen, ugye? Hallottam. Rémlik, általában igen, mert olyan, sokat olvasok. Olyan személyek kapják, akik az igen. átlagnál magasabb szinten a megpróbáltatásokat, igen, meg üldözésekben is, itt mondjuk ki nyíltan a kommunizmus üldözése alatt megőrizték a hitüket, helytálltak, igen. és emberségükben, meg Krisztus hívő küldetésükben megmaradtak annak, amelyre őket az Isten meghívta. Hát akkor megkaphatta volna a drága Regőci atya, akivel nagyon jóba voltunk. Igen. Megkaphatta volna, ha szépen, lassan igen, az köszönöm, időt lejár, hogy még nincsen, köszönöm, de atya. Nehogy ez megijesszen, de köszönöm jó, az élményeit, és a könyvnek jó reklámot csinált az imakönyvnek. További szép napot, köszönöm. És szélmentes napot.
Isten áldja meg. Igen, köszönöm. Isten áldja, Atya. Isten áldja Judit. Valóban a szelídségnek aztán a világirodalomban is van csodálatos megnyilatkozása. Egészen kamaszkori élményem marad annak idején, amikor persze elolvasva a regényt is, Victor Hugónak a Nyomorultak regényét, felsejlik gyakran bennem az a filmbeli jelenet, amikor ugye a kiszabadult fegyenc, Jean Valjean, letöltve a büntetését, bekéreckedik egy éjszakára egy abbénak a otthonába. És az végtelen szelídséggel, jósággal fogadja, bőségesen megvendégeli, megetteti, sőt, tiszta ruhát ad rá. És amikor reggel az abbé a reggelit előkészítve megy be a úgynevezett egynapos vendégszobájába, a szoba már üres. Hát elment az illető. És alig múlik el néhány óra, kora délelőtt még, óriási nagy robajjal kopogtatnak katonák az ajtaján az abbénak, és elővezetik, megköszönve az illető volt vendéget, Jean Valjean-t, akinek a tarisznyájában egy csodálatos, értékes, ezüst gyertyatartó lapult. Mondjuk őszintén, ezt eltulajdonította, ellopta az illető, és azért is távozott napfelkelte körül, hogy ezt a számára kincset érő darabot a vendéglátója abbé tudta nélkül ellopja. És ekkor megkérdik a ott levő perzekútorok, katonák, hogy mondja abbé, valóban maga ajándékozta ezt a gyönyörű ezüst gyertyatartót ennek a férfinak, mert ő ezt állítja, amikor elkaptuk az úton. És akkor van egy nagyon jó, mint egy jó félperces néma csend, összenéz az abbé és Jean Valjean, és tekintetük találkozik. A megijedt férfi, aki talán újra néhány óra szabadság után visszahull a rabságba, és a jóságos szelíd tekintetű abbé. És az abbé végtelen isteni, krisztusi türelemmel, szelídséggel, végtelen szelíd hangon azt mondja, igen, én ajándékoztam neki, hogy tudjon talpra állni kicsit új életéhez, ezzel is segítséget nyújtok. A legnagyobb megdöbbenés a ott levő katonák mellett, tulajdonképpen még inkább fölöttük levő megdökönyödés, magának Jean Valjeannak a meglepődése, hogy ő vele most egy olyan történt az abbé végtelen szeretetéből, amit ő évtizedek óta nem tapasztalt. Hiszen akik egykor odajuttatták ahova, és amilyen élet az ő háta mögött van, abban minden tapasztalt, csak szelídséget, türelmet nem. És valóban ez is erőt ad neki, hogy később, ahol csak tud, mindig jót tegyen. És tudjuk azt, hogy a történet ott csúcsosodik ki, hogy nagyon jó, gazdag emberré válik, és rengeteg szegényen, névtelenül, visszahúzódva segít. Mit tesz sokszor a önök a mi életünkben is, ha gyakoroljuk a szelídséget és a türelmet? Vagy hoznám most példának, még várva telefonjaikat, úgy látszik a szeles időben a vonalakat is elfújja a szél, és a telefonok is messzebb kerülnek. Ne féljünk szólni ehhez,
Vagy pedig ez is jelzi, hogy egy-egy olyan téma, amit az életünkben, hogy fejezzem ki magam diplomatikusan, nem mindig tudunk felvenni. Egy olyan érték, egy olyan erény, amitől már-már elszokunk, pedig nagyon nagy, nagyon fontos. Boldogok a szelidek, mert övék a föld. Várom telefonjaikat, 808-95-55 a 061-es előszámokkal. Tehát, hogy mennyire életadó a szelídség. Gondoljunk arra, amikor egy nő anyává válik, amikor kimondja ezt a néhány szót, anya lettem, állapotos vagyok. Ez egy varázs mondat. Akkor a környezetének, itt elsősorban a férjekre gondolok, de a családtagokra is, nagyon meg kell térni, hiszen végtelen türelem időszak kezdődik. Mit tesz az anya? Teljesen alárendeli magát annak a benne fogant életnek, és szeliden kivárja, még megszületik, és csak egyért imádkozik, hogy egészséges legyen. Halló, halló! Örömmel látom, telefon a vonalban. Mindörök ilyenben, hogy szólíthatom? Hát én Keményné vagyok, Veronika. Veronika, hallgatjuk. Hát éppen mondtam a kedves hölgynek, hogy sajnos én nem emlékszem a vérmálásomra. Minket kitelepítettek, tehát én egy ilyen kitelepített magyar vagyok. Fölvidékről kerültünk ide a család, tehát a nagyszülők és a szüleim, testvéreim. Tehát nem emlékszem. Azt tudom, hogy itt a faluban nem volt atya, kis faluba lakom, Dolna megyében. Igen. És Izminbe vittek el bennünket egy szomszéd településre. Ott volt az első áldozásom is. A bérmálkozásra abszolút nem emlékszem, úgyhogy sajnálom. Milyen érdekes. És az első áldozásra Első áldozásra, igen, mert egy nagyon szörnyű emlékem, mert lovaskocsival mentünk, ugye nem volt akkoriban autó, hát persze, 49-50-ben lehetett, nem tudom. Igen. És akkor nagy eső lett, mire hazajöttünk, teljesen bőrigáztunk a lovaskocsival, felborult a kocsi, meg minden történt, hál' Istennek, a jó Isten vigyázott ránk, senkinek nem történt baja, azon kívül csárosak lettünk. Igen, a kis menyasszonynak. Akkor az első élményei. Igen, az első élmény ilyen volt. Ilyen és a bérmálláshoz lehet, hogy itt volt már a faluban, nem emlékszem, mert sajnos semmit nem emlékszem. Azt tudom, hogy bérmakereszt anyám nem volt, mert a rokonok kimaradtak Szlovákiába, tehát a szomszédasszonyunk az volt őt a bérma. Ő állt ott, de beírva azt hiszem a egyik nagynéném lett. Értem. Tehát igen, csúnya világ volt. És de nagyon, nagyon szép a műsora, úgyhogy nagyon szeretem hallgatni. Veronika drága, és igen. A Birma anyával tartotta később is a kapcsolatot? Persze, igen, rokonságú. Hát szomszédok voltunk, szomszédasszony volt ez, aki ex-Birma anyám volt. Vele tartottuk, igen, nagyon sokat jártam oda, mert ők is fölvidékiek voltak. Akkor a másik kérdésem, ugye, hát az ön esetében itt felkelt, hogy dobjam ezt a labdát, és ön lesz biztos, hogy jól fogja lecsapni sportnyelven, hogy mint kitelepített, ugye felvidéki magyar, ön az életében nagyon komolyan kellett, hogy gyakorolja a szelídséget, a türelmet, hogy ezt elfogadja, elviselje, megélje. Erre hogyan emlékszik gyerekfejjel? Hát megmondom őszintén, hogy nagyon nehéz volt, de előttem példaként állt öregapám, úgy hívtuk öregapa, öreganya,
öregapám egy rendkívül jó nagyapám, az apai nagyapám volt. Igen. Nagyon-nagyon szerettem, nagyon tiszteletre méltó, jó ember volt. Tehát őtőle sokat tanultam, sokat, sokszor mai napig emlékszem rá. Nagyon szerettem őt. És ő egy türelmes ember volt, soha nem szidott meg, soha az életben. Megmondta, hogyha valami nem volt helyes, de ő nagyon szeretett, szóval kezet nem emelt ránk, soha gyerekekre, nagyon rendkívül. És én is igyekszem, megmondom őszintén, hogy igyekszem, bár néha azért elveszítem a türelmemet, ha olyan van, hogy nem fogadnak szót a kisunokáim, rájuk szólok kicsit erélyesebben, és akkor mindig elszégyellem magam, mert nem szabad. Nem, elvileg ne szégyellje, Veronika. Hát a gyermeket nevelni kell. Hát igen, és, igen, de lehet nevelni szebben is, nem muszáj kiabálni. Nem, igen. Na most, igen, igen, ez egy, egyébként a nagyszülőknél figyelem ezt meg, hogy ők szinte, mint egy hímes tojás, úgy bánnak az unoka lelkével, és mert valahogy őt már egy olyan más szeretettel veszik körül, ami számukra is egy egészen új az anyaság, a gyermek szeretet után. Szóval az unoka mindig azt tanultam, az mindig el van kényeztetve. Igen, mondjuk azt hallottam, hogy nekünk az a dolgunk, hogy kényeztessük őket, és a szülők nevelik. De azért nem egészen igaz, mert nekünk is kell őket nevelni, mert igen, ha nem szólunk rá, ami rossz, aztán, akkor bizony elharapozik a dolog. Úgyhogy. Én emlékszem, drága, sajnos csak a apai nagyszüleimet ismertem, és nagyon köszönöm nekik, főleg mamuka, így hívtam, nagymamit. Nagyon jól esett, amikor néha úgy határozottan megszidott. Igen. Tetlegesen nem kaptam fülest, de jól esett. Újabb telefonál a vonalban, úgyhogy Veronika, elköszönök, és köszönöm, további szép napot. Beszélhettem. Isten megáldja, mindörökké, amen. Halló, halló, szeretettel köszöntjük. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Ó, egy férfi telefonáló megint. Hogy szólíthatom? Köszöntöm atyát, Szabolcsát, már Bereg megyében való vagyok, Bálajról Erős Gábor vagyok. Gábor, nagy szeretettel. Szeretnék érdeklődni, hogy nem jelent problémát, hogy az adás idő témájától eltérő időpontba, eltérő témával kapcsolatba zavarhatom el. Mondja, atyát. Mondja, Gábor, nem zavar. Két percünk két van, kettő elejéig. Perc. Igen, mert újabb telefonál. Mondom. No. Sajnos nem rendelkedek egészséggel, 66 éves vagyok. A 85-86 éves tanévben egy fél évet töltöttem Szegeden szemináriumban. Nagyon-nagyon szerettem volna, meg azóta is nagyon él bennem a vágy a papi hivatásra. Tudom, hogy nem vagyok egészséges, de azóta is mindig él bennem a vágy. Egy fél évet töltöttem Szegeden a szemináriumba, igen, de azóta is, ha a papságról vagy a papi hivatásról hallok, akkor mindig bennem van a vágy, hogy szerettem volna pap lenni. Bocsánat, hogy így beszélek. Dehogy is, Gábor. Írás környéket. Áldja meg a jó Isten. És hová vezette a gondviselés, miután hát onnan elkerült? Hát igazából a szülőpalumba vagyok. Igen. De nagyon-nagyon vágyok valamelyik szerzetbe. Hogy egyedül él? Egyáltalán a szerzetesi hivatás is. Csak ahogy hallottam korábbról, korábbi információm alapján a szerzetesi hivatásból is egészség szükséges, ami sajnos nincs bennem meg. Ön egyedül él, Gábor? Egyedül él? Igen, a testvéreimnek mind családja van, értem, de én egyedül élek a szülőpalomban. Még egy utolsó kérdés, hogy milyen jellegű a betegsége? Igen, komoly hát, betegség? Születési betegségből kifolyólag anyukámnak nehéz szülése volt, igen, és agynyomást kaptam. Aha. És az egész testrészemre hatott. Értem. Úgyhogy mindenféle. Így mondva jogosítványot sem tudom megszerezni. Gábor, én egy tanácsot tudok adni, mert nagyon rövid már az időnk. Vannak bizonyos szerzetesi
közösségekben harmadrendi csoportok, ferenceseknél, domonkosoknál. Ha megemlítettem atyát, akkor csak papnövendék volt, de utólag tudtam meg utána, hogy Debrecenben van a domonkosok. Na, egy domonkos szerzetes, egy kis, akkor kispap volt, papnövendék, hogy nem tudom, hogy hát de igazából idős vagyok. A harmadrendben tudni, hogy van-e ott felvétel. A harmadrendben biztos, hogy nagy örömmel várják. A harmadrendben. És megérdeklődhetem, hogy feltétlen, volt. Feltétlen. Még egyszer mondom, hogy vagy a domonkosoknál, vagy a ferenceseknél nagy szeretettel fogják fogadni. Nagyon konkrétan, szépen köszönöm, ne tessék meg a jó Isten. Ilyen témával kapcsolatban zavartam az atyát. Dehogy haragszunk, és ígérem, hogy imádkozom önért, Gábor, hogy célba érjen. Áldja meg az Isten. Nagyon szépen köszönöm. És külön köszönjük a könnyeit. Áldja meg az Isten. Ilyen témakörbe zavartam az atyát. Mindörökké, amen. Isten áldja. Halló, halló. Újabb telefonál a vonalban. Halló. Halló. Igen, hallgatjuk. Hogy szólíthatom? Marika néni vagyok. Üdvözlöm, drága Marika néni, már ismét hallgatjuk szeretettel. Igen, nyugodtan mondja, hallgatjuk. Kérdezzék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Nem tudtam, hogy ön vagyok már. Igen, ön van. Én Péterné vagyok Nógrádról, és azzal kapcsolatban szeretnék azzal a gondolat, ahhoz a szép gondolathoz kapcsolódni, hogy anya lettem. Igen. Én, hallgatjuk. Én lelki adoptált anya vagyok. Ó, de szép. 25 éve végzem a lelki adoptálást a picinyeimért. Igen. 1961-ben, május 13-án megszületett a kislányunk, Márta. Igen. És nagyon szerettem volna, hogy legyen testvérgé, de sajnos nem lehetett. Olyan problémák merültek fel, hogy az orvosok nem hát, engedték. Nem lehetett, értem, értjük. Nem lehetett. Igen. És Budapesten éltünk 55 évig a férjem, amíg élt. Igen. És bárhova szerettem volna elmenni, mindenhova elengedett. Egyszer azt mondtam, én megyek Vecsésre, ott van az irgalmasság völgye. Egy lengyel atya volt az Isten irgalmasság létrehozója. Igen. Egy csodálatos templomban. És ott, és én nekem oda kellett mennem. És egy hölgy, nem emlékszem az arcán semmi, kezembe adott egy lapocskát. Ez végezt. És a legi adopta, ez volt 1999-ben. Igen. És én most jubilálok. Bizony. 25 éve. 25 éve. 25 éve végzem a picinyekkel, és mindegyik picinyért úgy végzem, hogy kereszt anyjuk, azt mondjam. Biztos. Drága Marika, és ez egy nagyon szép gondolat. Nagyon. És mindegyiknek van védő angyala. Igen. Minden Szent Mihály arkangyal, Szent Gábriel arkangyal, Szent Rafael, tehát mindig az arkangyalokat. Igen.
Tehát igen. Én ezt mint egy listát vezetem, mennyitől mennyi ideig lejár már tovább. De volt egy ünnepélyes fogadalmam is. Igen. 2000-ben. Igen. Urunk, menj be benedelem a napján, a Vasnyák téri zuglóban van. Pádolai szemtantal templomban. És ott volt egy ünnepélyes fogadalom, és mindegyik, tehát hogy ez a fogadalom már gyomlási, tehát hogyha halasztok véletlenül, akkor is meg kellett gyomlom. Igen, és igen. És abban az időben, amikor már férjem nagyon beteg volt, és kikerült Soroksára, szóval egymás után kórházakba, akkor nem tudtam majdnem egy évig végezni. És akkor a lelki vezető atyámnak megnyomtam, és azt mondta, hogy ne hagyjam abba. Ne bizony. Végezzem. Csodálatos. Most megérti. Nagyon. Ott lettem a férjem mellett utolsó percig. Tehát, igen. És nekem ez a feladatom. Csodálatos, drága Marika, áldja meg az Isten. Olyan mosolyogva hallgattam végig ön, mert valami végtelen boldogságot közölt most velünk. Egy olyan örömet, hogy milyen nagy lett most az ön családja. Mennyi gyermeke van, ahogy mondta is. 33 pici. Látja, pont Jézusi szám. És már azóta nem is picinyek, hát már bizony, megnőttek. Már bizony van köztük, aki a Jézusi korhoz közelít is, 20 éves, hiszen már 25 év. Köszönöm. Bizony. Nagyon szépen köszönöm. Áldja meg az Isten, hogy ez a 33 szám még növekedjen, és adjon a Jóisten önnek ilyen végtelen türelmet, szerítséget, és nagyon sok így adoptál gyermeket még a sajátja mellé. És köszönöm szépen, hogy hívott. További gyönyörű napot, szépen. Áldott húsvéti napokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Gyöngyszem, csodálatos gyöngyszem, mindazok a telefonok, akik eddig a ma délelőttön megnyilatkoztak, a Föld szeretete, egy-egy régi imakönyv szeretete, az örök imádásé, vagy éppen gondoljunk most a anyasság kapcsán a lelki adoptálás kincsére, amit megosztott velünk Marika. De köszönöm külön Gábornak is azt az epekedést, amelyben Isten szolgájaként minél közelebb akar lenni a Jóistenhez. Most néhány percre elmegyek, nem messze, nem tűnök el, visszajövünk, remélem önök is. Technikai szünetet tartunk, kérem, hogy ne menjenek messze, és hívják majd, ahogy visszaértünk számunkat, és folytatjuk együtt a kommuniót, az EVTN televízió médiamissziós műsorát. En muchas partes del mundo, la mujer es tratada como primer material de descarte. Hay países donde las mujeres tienen prohibido acceder a ayudas para armar un negocio o ir a la escuela. Incluso en esos lugares soportan leyes que las obligan a vestir de una determinada manera y todavía están en uso en muchos países las mutilaciones genitales. Neguemos a las mujeres la voz. No le neguemos a todas estas mujeres víctimas de abuso la voz. Son explotadas, son marginadas.
De palabra todos estamos de acuerdo que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad como personas, pero en la práctica eso no ocurre. Es necesario que los gobiernos se comprometan a eliminar leyes discriminatorias en todas partes y a trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. Respetemos a las mujeres. Respetémosla en su dignidad, en sus derechos fundamentales. Y si no lo hacemos, nuestra sociedad no avanzará. Oremos para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo. EVTN család. Angelika anya, Válaszok, nem ígéretek című könyve továbbra is elérhető az EVTN kiadó forgalmazásában. Ez a könyv minden kereszténynek szól, mert olyan igazságokon alapul, melyben minden keresztény osztozik, és bár az első kötet lassan 40 évvel ezelőtt jelent meg, tanúsíthatom, hogy ma is ugyanolyan aktuális és időtálló, mint valaha. Angelika anya szavaival élve, ez a könyv egy alapmű, mely az élet nehéz kérdéseire nyújt nem csak kielégítő, de gyakorlatias, olykor humoros, mégis józan és reménykeltő választ. Választ például egy kisfiúnak, aki azt szeretné megtudni, hogy miért halt meg az apukája, vagy a feleségnek, aki azt kérdezi, hogy hogyan bocsáthatna meg a férjének, aki bántalmazza a gyermeküket. Az EVTN nézői és betelefonálói rendszeresen megosztották problémáikat Angelika anyával, akit ezek a kérdések és hozzászólások rávilágítottak arra, hogy az emberek válaszokat várnak tőle és az egyháztól, nem pedig ígéreteket. Angelika anya egyértelműen kijelenti, hogy ő nem hisz az evilági ígéretekben. Ő a válaszokban hisz, és igyekezett megmutatni tévés családjának, hogy hol keressék ezeket a válaszokat. Azért írta ezt a könyvet, hogy megossza az olvasókkal is mindazt, amit az EVTN nézőivel együtt már felfedezett. A könyvben felelhető kérdések egy csoportja Isten keresésével, megismerésével és szándékának felderítésével kapcsolatosak. Miért olyan nehéz hinni? Miért szenvedünk? Miért nem válaszol Isten minden imádságunkra? Aztán más kérdések pedig arra vonatkoznak, hogyan kezeljük a hit buktatóit és szigorát a való életben. Hogyan szabadulhatok meg a bűntudattól? Avagy miért olyan nehéz jónak lenni? Végül azok a kérdések következnek, amik a túlvilágról szólnak. Arról a világról, amiről az emberek néha még kérdezni is félnek. Miért küldi Isten a pokorra a lelkeket? Milyen a mennyország? És mit tehetünk azért, hogy mi is oda kerüljünk? Angelika anya a könyv bevezetőjében úgy fogalmaz, azért írtam ezt a könyvet, mert meggyőződésem szerint Isten azt akarja, hogy szentté válj. Ne lepődj meg ezen, és ne utasítsd el. Nap mint nap az élet nehézségei és megpróbáltatásai közepette is, megvan a lehetőségünk, hogy a szentség különleges kegyelmét kérjük, elutasítsuk a világ üres ígéreteit, és elfogadjuk a válaszokat, amik karnyújtásnyira vannak tőlünk. Az EVTN alapítója arra bátorít bennünket, tegyük félre egy pillanatra a problémáinkat, az élet nehézségeit, és gondolkodjunk el azon a kérdésen, hogy miért is keressük a megértést. A válasz, mert életszentségre vagyunk hivatottak. Ön is, én is, de még nem értük el. Még nem. Angelika anya könyvében arra hív mindannyiunkat, gyertek, keressetek velem. Az út nem lesz könnyű. Nem is kell annak lennie. De ez a mi útunk, és az a dolgunk, hogy végig menjünk rajta. március 27-én Húsvét vasárnapján tért haza az atyai házba Angelika anya, az EVTN alapítója. Ráemlékezve,
Angelika anya, válaszok, nem ígéretek című könyve újra elérhető az EVTN Shop weboldalán keresztül 5490 forintért. A média missziós kóddal rendelkezők használhatják kedvezményüket, mellyel 2990 forintért juthatnak a könyvhöz. Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendelésre a futárszolgálat szállítási díjat számít fel. Láttam valamit, amit nagyon okosnak gondoltam. Láttam egy parkoló helyet pont az előtt a hely előtt, ahová mentünk. És hát... azt mondtam, nővér, engedj kiszállni. Foglalom a parkoló helyet. Később megértettem, hogy ezt nem szabad. De akkor nem tudtam. Szóval ott álltam pont a jó kis helyen. És jött a két idős hölgy, és úgy parkoltak le oda, mintha ott se lettem volna. Ott állok, ők meg oda gurulnak, és megállnak, azt gondoltam. Hát csak megálltak valamiért. Erre elkezdtek befordulni így. Én meg... izgatták magukat? Á, dehogy. Beparkoltak, el kellett ugranom, hogy félreálljak az útból. Felálltam a járdára, és még csak rám se hederítettek. Kinyitották az ajtót, kiszálltak, becsukták az ajtót. Jött a nővér a sarkon, körbenéz. Nem, hogy én, de a parkolóhely sincs meg. Így aztán megzavarodunk, amikor ilyen dolgok történnek velünk, nap mint nap, nap mint nap. És pont emiatt megfeledkezünk, megfeledkezünk a tervrajzról. Tehát a lélekben szegények azok, akikben több van, mint ami elsőre látszik. Ők messzebbre látnak. Ha akarnak valamit, és nem tudják megszerezni, akkor is békések. Ugyanis nem a világi dolgok teszik őket boldoggá. Nem, ellapoztam. Nem ez teszi őket boldoggá. Van egyfajta távolságtartás. Szeretnek, nagyon is szeretnek. És nem félnek attól, hogy megbántják őket. Nem félnek sebezhetőnek lenni. Vannak, akik egykor nagyon szerettek, de megbántották őket, és többi nem szeretnek. De Jézus nem ilyen. Születése napjától fogva volt oka, hogy megbántodjon. Egy barlangban született. Senki sem szerette, senki sem tudta, hogy ott van, kivéve a nevelő apját, édesanyját, az angyalokat. Amint nyilvánosságra került, hogy itt van a világban, megpróbálták megölni. Az Úr lelki szegénysége tehát azért volt olyan erős, mert az ő öröme, boldogsága az atya akaratának megvalósítása volt. És az ilyen emberek erősek. Erősek a tragédia, a fájdalom, a szenvedés idején, és erősek az örömben is. Sosem felejtik el, hogyha jól mennek a dolgok, azt Isten adja. Dicsértessék a Jézus Krisztus, ez itt a Kommunió, az EVTN televízió délelőtti műsora, amely egyenes telefonálós élőadás, és hagyd mondjam be mindenekelőtt a közösség szolgálatunknak az elérhetőségét. A telefonja 061-es 780-as 8085-ös, a
e-mailen pedig ékezet nélkül kozosségszolgálat@evtm.hu. Ezen várjuk bármilyen észrevételüket, bármilyen gondolatukat. Élőadásunk telefonszáma pedig, ahogy néhány pillanat múlva majd itt a témánkhoz kapcsolódva lehet hívni, hogyan élem meg a boldogok, a lelki szegény, szelidek, bocsánat, a boldogok, a lelki szelidek Jézusi mondását a mindennapokban, mennyire gyakorlom a türelmet, ezt a témát boncolgatjuk, és 061-780-80-85-ös telefonon várjuk élményeiket, tapasztalataikat is. A délelőtt folyamán nagyon sok csodálatos kincset osztottak meg velünk. Itt visszaemlékezem, hogy a Föld iránt az egyik kedves betelefonáló Margó milyen tisztelettel, szerítséggel nyilatkozott, mennyire kell vigyáznunk, amely élelmet, a jövőt, a táplálékot nyújtja. Vagy kiragadnám itt a telefonálók közül a szerítség kapcsán a Gábornak, ennek a 66 éves idősödő Krisztus hívő testvéremnek a könnyekkel áztatott gondolatát. Milyen szerítség, milyen mély, nagyfokú, mondhatni, hogy hősies türelem él ebben a Gáborban, hogy az életét nem tudta a maga vágya szerint úgy beteljesíteni, hogy ő Isten felszentelt szolgája legyen. De beteljesíti úgy, mint aki a keresztjét hordozva igazi, mély alázattal, szerítséggel él, és aki azt hiszem most, akik ezt a ma délelőttöt együtt töltjük, sokunknak a imájába most már ott lesz az ő élete is, és reméljük, hogy megtalálja azt a harmadrendi közösséget, amelyben egy bizonyos szinten ki tud teljesedni. És azt se felejts el, kedves Gábor, biztos még néz, meg hall minket, amit megint csak az első pápa, Szent Péter fogalmazott meg, hogy ti valamennyien Isten választott népe, királyi papság, szent nemzet, Istennek lefoglalt gyermekei vagytok. Tehát nem csak az áldozó papság, nem csak a szerpapság, hanem az egyetemes királyi papság csodálatos állapotában élhet, és ez adjon önnek is további méltóságot, a betegségében pedig adjon álhatatos szerítséget. Vagy az imént a technikai szünetünk előtti Marika betelefonálása, aki csodálatosan arról beszélt, hogy mennyi szám szerint 33 adoptált gyermekért imádkozott már az eddigi 25 éve során. Ez is mutatja, kedves EVTN nézők, hogy a szelídség, bár ez a fogalom, a türelem ma nem éppen gyakori a nyelvhasználatunkban, de hányféle arcát mutatja, hányféleképpen ott van, és sokunknak egy csodálatos erőforrása. Fel kell erősítenünk, ezen kell fáradoznunk, és ezért biztatom önöket, ragadjanak telefont, emeljék föl, és hívjanak az itt látható szallagon a 061-808-95-55-ös számon. Ha Jézus életére visszatekintek, továbbra is maradva a türelem, a szelídség témakörében, ott van mindjárt a számára legbensőségesebb barátaivá nemesedett Márta, Mária és Lázár. És itt különösen a Mártával való kapcsolatát emelném ki,
hogy mennyi türelem volt az Úr Jézus Krisztusban Márta felé, aki egy, mondhatom nyugodtan így, egy temperamentumos, túl aktív, mindig valamilyen tevékenységet, munkát végző nő, aki emellett nagyon jó szándékú, de mindig a kétkezi tevékenység, az aktív munka kitöltötte a napjainak a nagy részét, és olyan gyönyörűen, türelemmel átitatottan halljuk Jézus szavát, Márta, Márta, egy a szükséges, és válasz te is, hogy néha megállj, és figyeld az Úr üzenetét a csendben, az imában. Újabb telefonáló van a vonalban. Halló, halló! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Hogy szólíthatom? Szintén Judit vagyok, én telefonáltam már. Na, mondja Judit! Hallgatjuk ismét! És csak a szelítséggel kapcsolatban most, hogy Jézust és Mártát hoztam. Igen. Jézussal kapcsolatban még a szelítség kapcsán nekem nagy példa most kicsit így a húsvét időszakban, és amikor mondjuk keresztutat jártam. Igen, és igen. Keresztutat, hogy a Jézus kényszerűdésének történetében is, hogy amikor Pilátus előtt volt, hogy akkor Némánál. Igen. Némánál, és akkor meg utána, amikor megkínozták is, akkor is szeliten fogadta a korbács csapásokat, és bizony. Azért se szólt bizony. Igazából semmit, hogy fel se sziszett. Így van, így van. És nagyon jó meglátás. És mondjuk nekem így Jézusnak az életében ezek, hogy meg azt hisz, vagy hogy mint hogyha mondott volna egy olyan mondatot is, hogyha arcul csapnak tartod a másik arcodat is, és sokszor érzem a magam életében is ezt így igen. példaként. Példaértékű, hogy érzi, és azt hiszem sokunk van ezzel így. Nem véletlen, hogy az első között szerepel a nyolc boldogságban ez. Úgy látom, újabb telefonáló van a vonalban, munkatársaim jelzik, és akkor ezért rövidre vesszük, de köszönöm az ismételt visszajelzést, és további szép napot kívánok. Isten áldja meg. Köszönöm szépen. Mindörökké, amen. Halló, halló! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Hogy szólíthatom? Irénke vagyok, Irénke köszöntöm, vagyok. Drága Irénke, szeretettel! Hallgatjuk! Szeretném mondani, hogy volt olyan boldogságom abban, igen. hogy mikor dolgoztam még, igen. és mikor keresett a szegény Kati néném nekem egy birma szülőt. Igen. És ott volt közelbe hozzánk, igen. míg ez Soroksáron történt, igen. és azt mondja, hogy megbeszélte vele, valami Terézia volt a neve neki, és a Sramli personál mellette ott lakott. És hogy elvállalja-e, hogy megbírmáljon. És már bérma szülője legyen. Igen, és elvállalta, és akkor beszélt nekem, beszéltünk egymással, hogy én volnék az, hogy szeretnék megbírmálkozni, és akkor hála jó Istennek, a jó Isten szent nevében, és megbírmáltatott. Méghozzá melyik püspök? Az mint volt, egyik püspök atyáltal. Igen. Marosi Izidor. Hogyne. Az bírmált meg igen. engem. Igen. A jó Isten nyugtassa Marosi Izidort. Igen. És olyan gyönyörű volt, hogy akkor voltam a legboldogabb. Akkor voltam a boldogabb, mert fölvehettem a kenetet.
A Birma keresztség. A birmálásnak a szentségét. Így van. Igen. Így van, a birmálkozó kenete. Igen, igen. Igen. És olyan jó esett az nekem, és mindig beszélgettünk, járt ő is a misére. Én itt jártam ilyen rózsafűzére. Igen. Jártunk. Mindig beszélgettem vele. Tehát tartották később is a kapcsolatot. És felnézett szomorú, rá, ugye, Irénke? Felnézett rá. Felnézett a Birma anyjára. Tehát tisztelte őt. Igen, igen. És az volt a baj, még utolsó, úgy történt, hogy egy balesetet szenvedett. Értem. Mikor a Kati néni mondta nekem, mikor kijött a templomból, a miséről, igen. És elütötte egy autó. Ajjaj, igen, igen. Szomorú hírrel kell ezt mondanom. Irénke drága, mert, hány éves igen. volt ön, amikor fölvette a bérmálás szentségét? Hány éves lehetett? Én akkor 17 voltam. Értem, 17. Értem. De látja, nagyszerű, hogy az ember minél, hogy így mondjam, tudatosabb életszakaszban veszi fel ezt a szentséget, annál jobban igen. nyomot hagy a lelkében, és hogy fogalmazta, hogy szinte nagyon nagy boldogságot élet egyik, legnagyobb örömét jelentette az a bérmálás. Tényleg átjárta az egész lényét a Szentlélek Úristen kegyelme. Igen, és a másik az, hogy én megfogadtam azt, hogy én mindig megyek a templomba. Meg igen. komolyan is veszem az úrnak a szavait. A tanítását. Mert mindig sokszor megjelent nekem, hogy mit kell tenni. Értem. És ebbe vagyok a nyolc boldogság, mikor van a... Na, mondja. Igen. Evangéliumban. A nyolc boldogságot. És ezt a konkrétan, hogy... nekem öröm. A lelki szegény, tehát a mai témánkat, ugye múltkor volt a lélekben szegények, ma pedig, hogy boldogok a szelidek. Ezt a szelídséget, ezt a türelmet mennyire sikerül megélnie a mindennapokban? Hát úgy, hogy Jól tudok viselkedni. Gyakorolja az önfegyelmet. Nem mérgesít el föl senki, mert hogyha olyanokat kapok esetleg, igen. De mondom, akkor kimérgelődöm magam, valamit mondok. De az csak befelé, de ugye? Én nem mutatom ki, Isten őriz, nem, én akkor imádkozom akkor, hogy édes nagyszerű. Istenem, mit tettem. Igen, hogy igen. Hogy mit tettem. Ugye, ahogy szoktuk és mondani. És belátom magamnak, hát nem jót csináltam. Ilyenkor szoktuk mondani, hogy számolj magadba 20-ig, és már is átértékelődik minden, vagy pedig mondj el egy miatyánkot, egy üdvözlégyet, és már is könnyebb lesz. Nagyon, és akkor nagyon könnyebb, jó. Igen. Így van. Meg a lábunk együtt járjon, vagy pedig a Szent Mihály Arkangyal, azt igen, szoktam igen, elmondani igen. legtöbbet. Hát ezekkel az imákkal éljen továbbra is, Irénke. Nagyon szépen. És mindig köszönöm. Emlékezzék a bérmálása élményére, hiszen a Szentléleknek mi a temploma vagyunk. Hordozzuk, bizony, azon és vagyunk, soha azon ne hozzunk szégyent lennünk, rá. Igen. Igen. Nagyon Isten szépen áldjon. Köszönöm. Köszönöm, Isten hogy hívott. Isten áldjon, drága. Isten megáldja. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Isten áldjon. Köszönjük a telefont. Újabb palettán egy szín, amivel gazdagodtunk, vagy az előtte újra visszahívó Juditnak a gondolata is. Maga az egész passió, Jézus szenvedés története, a szelídségnek az iskolája. Sőt, tovább mennék, hogy az egész krisztusi élet, az a 33 év, amit itt élt közöttünk, micsoda türelemmel volt átitatva. Gondoljunk például a gyerekség történetére, vagy a ifjú korára,
az Úr Jézusnak, hogy türelemmel kivárta azt, hogy 30 éves koráig semmiféle jelét nem adta, hogy ő a Mesiás. És ugyanúgy járt iskolába, tanult, bement az ácsműhelybe, biztos, hogy gyönyörű munkadarabokat készített a nevelőapjával, segített a ház körül az édesanyjának. Részt vett, mint tudjuk, 12 éves kora történetéből az összes ószövetségi ünnepen, méltón, alázattal, szeriden ünnepelte. Ez éppen az ő tanító szavának a súlya, amivel a műsor elején említést is tettünk, hogy azt meri mondani, hogy tanuljatok tőlem, mert szelid vagyok, és alázatos szívű, és nálam mindig vigasztalást talál a ti lelketek, erőforrásra találunk nála. Vagy micsoda szelidség kellett, képzeljük el, hát szinte ezt erre szoktam mondani, hogy nekünk halandó embereknek ez már-már elképzelhetetlen, hogy ő tudta előre, hogy a 12 közül Júdás őt el fogja árulni. És 3 éven át ezzel a Júdással micsoda türelemmel bánt. És szinte biztos vagyok benne, hogy az utolsó pillanatig titkon remélte, sajnos tudni nem tudta már, mert, illetve tudta, de nem tudhatta azt, hogy Júdás megtér, de valahol vágyott volna rá, hogy ez a Júdás megtérjen, és ne tegye azt, amit, meg még inkább ne legyen öngyilkos. Igen, újabb telefonáló a vonalban. Halló, halló! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Veres János jelenkezem. Üdvözlöm, kedves János, nagy szeretettel! Hallgatunk, vonalba van. Drága atya, beszámolási kötelezettséget érzek. Van egy vállalásom, ami a szűzanyal átomásával elkezdődött, és erről már egy pár szóba beszéltem atyának. Igen, azt igen. A múltkori beszélgetés. Igen. A születésistálója építkezés áll előttem feladatként. Na, hallgatom. Ami egész jó irányba terelődött. Igen. Ugye, mindennek vannak anyagi hátterei. És amikor említettem az ismerőseimnek, hogy ezt én szeretném, és Isten segítségével megvalósítani, már sikerült egy kis kápolnát kriptával megépíteni a szülőfalumba. Még a harmadik ciklusban a választásoknak, most újra indultam polgármesterként, és én társadalmi megbízásba akartam kitölteni a jelentkezési évet. És akkor kérdezik a lányok, hogy miért gondolom, hogy ez a jobb, és akkor egy ilyen pillanatnyi szünet következett be a fejembe, amikor egy hang mondta, hogy az lesz a te fizetséged, hogy a fizetésedből építed meg a születésistállóját, és ehhez még egy kérés párosult, hogy abban a kápolnában, a kripta helyeknél van egy üres sírhely. Igen. Ami olyan semmire, és az pedig a üres sír Mária Magdolnába. Igen, nagyszerű. Ugye, János, hogy igen, a történelemben hol volt az első megjelenített csűr, ahogy ön fogalmazott, mondjuk ki istálló, ahol újra berendezték, mint egy próbálták dramatizálni az egykori betlehemi barlang születési helyét. Ez egy Greccio, de inkább Greccónak ejtjük, egy olaszországi kis település, ahol Assisi Szent Ferenc tartózkodott, éppen karácsony közelettével, és ott a greccói falubeli polgárokat megkérte, hogy rendezzük be az ott található egyik csűrt, legyen ott ugye a jászol,
ott volt ugye az állatok sokasága, a szarvasmarhától kezdve, éppen ami előállítható a bárányokig. Voltak, akik aztán belettek osztva pásztornak, meg volt természetesen a szűzanya, Szent József szereplője, és volt egy baba, vagy egy, mondjam így, egy élettelen figura, amely az Úr Jézust jelképezte volna. És amikor karácsony éjjelén ott együtt újraélték ezt a csodát, akkor ez a bizonyos élettelen anyag megelevenedett. És valóban a baba helyén, ami egy játékbaba volt, az élő Jézus Krisztus, mint kicsiny kisded megjelent, és rámosolygott az ott levőkre. Ez a híres grekkói kis Jézus története. Úgyhogy ha egyszer majd ideje, lehetősége engedi, akár zarándokoljanak el Grekkóba, ebbe a kis olaszországi faluba, és ott találkozhatnak a történelem híres istálójával. Itt hát van még? Köszönöm, jó? Atya. Igen. Áhítattal hallgattam. Na, örülök hogy neki, hogy ebben is tudunk egy kicsit bővülni. Én meg köszönöm szépen, amit a közösség javára tesz, alkot, meg a felajánlásait. Kívánom, hogy a Jóisten áldása kísérje sok-sok erővel és kegyelemmel. Köszönöm, hogy hívott minket. Mondja még, igen, még igen, egy percünk van. Az pont elegedő arra, hogy a kápolna építésénél is úgy kaptam a szüzanyától segítséget, igen, teljes keretű pénzügyet, hogy egy gázbevezetésnek a falu egész rendszerének a történetét én egy korlátott felelősségű társaságba tudtam kivitelezni, igen, és az áfát visszaigényelhettem. Igaz, hogy kétszer elítélt a bíróság, de harmadszorra megítélte nekem az akkori magas kamatokkal több mint 70 millió forintot. Értem. Ami megnyerte a pört régi, igen, magyarsággal, igen, de nem nyertem, és nemes szélra adományozta. Igen, hát én nekem a felajánlásban benne, igen, volt, hogy ezt én építem, igen, meg, de nem tudtam, hogy honnan fogom a pénzt kapni. Jött a válasz. Hát így kaptam meg. Igen. Köszönöm igen. Szépen. Köszönöm. Én is köszönöm, hogy találkoztattam, beszélhettem a nyelve. Mindkettőket és az egész országunkat. Köszönöm. Kicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen, kedves János. Újabb színnel gyarapodott a palettánk az iménti betelefonálókon keresztül is. Íme, hogy lehet a közösség javára is élni a jóságot, a szeretetet. De maradva a szelídség, a türelem példájánál, tessenek elképzelni, hogy például egy olyan művésznek, mint Beethoven, egy zseninek, mit jelentetett az a tudat, amikor rájött, hogy megsüketült? És milyen türelem, önfegyelem kellett, hogy ezt az állapotát ne raplisan viselje, vagy ne azt mondja, hogy én most leteszem a tollat, többé egy kottát nem írok meg, mint a zenetörténelem beszámol róla, a legzseniálisabb művei akkor születtek, amikor ő megsüketült. Hogy az a belső hang, az a belső Istentől jövő zene akkor szólalt meg az ő életében, lelkében. Hogy igazából a lelkünkből születnek a legszebb érzések, nem csak a hangjegyek, itt kiszélesítem a kört, mint az iménti jánosi gondolat is, már a Veres János, amit említett, hogy ez a csodálatos sugallat a szűzanyán keresztül, hogy építeni egy ilyen istálót, ami a Jézus születésének állít emléket. Bizony a történelemben voltak érdekes események, és vannak is, amikor az ember önlegyőzést gyakorolja,
úrrá lesz az ösztönein, a pillanatnyi indulatain az isteni kegyelem, uralma, ereje, hatalma. Saját életemből ezt nagyon sokszor, mint katona, kiskatona éreztem, amikor meglehetősen érdekesen, hát mondjam így, nagyon kemény bánásmódban próbáltak, mint első időszakos honvédot a ott levő parancsnokaim, főleg a nagyon középszerű altisztek, tizedesek, örvezetők gyakorolni. Amikor például mondták, hogy na, csuhás, mert ez volt a mi megszólításunk a seregbe, ugye a kispapoknak, akkor még minket elvittek katonai két éves szolgálatra, hogy itt egy fogkefe, és az egész mosdót, vécét takarítsa ki. És emlékszem jól, hogy én elkezdtem nevetni, úgy mosolyogni. Meg nem tudnám mondani, hogy miért. Aztán rájöttem, hogy nem szabad, mert ez arra dühítette fel, hogy holnap is majd maga csinálja, ha magának ez ennyire mókás. De belülről a mosolyom nem szűnt meg. És azt mondtam, hogy hát 19 éves rác voltam akkor. Hát ez mi ez ahhoz képest, amit a mi Urunk Jézus Krisztus megélt. És ezt a belső békét, harmóniát meg tudtam találni. Vagy amikor ugyancsak katona emlékem, hát ez egy kicsit már-már úgy szégyenlősen is vallom be, hogy voltunk gyakorlaton télen a Bakonyban, és akkor még a tél úgy valóban tél volt. Olyan mínusz 8-9-10 fokok voltak. És volt úgy, hogy hát bizony 5-6 napig nem tudtuk levenni, nem hogy az atlétát, az inget, a zubbonyt, még a cipőnket sem, mert hát a sátorban se volt éppen kultúrhőmérséklet, és ezt elviselni. Tehát a türelem az nem csak személyek között gyakorolható, nem csak én-te kapcsolat, hanem önlegyőzés. És itt térnék rá, mivel nagyon sóvárgok, de úgy látszik, mint hiába, nem jönnek a telefonok, pedig ugye az élőadásunk számát láthatják, kérem éljenek vele, még bő 20 percünk van ezen a délelőttön, szeretném én önöket hallgatni, és nem a magam recsegő öreg hangjával eltelni, de ilyenkor, ha visszaemlékezem, mindig az is erőt adott, hogy ezeket felajánlottam másokért. Tehát a türelem gyakorlat az érdemszerző lehet, amikor nem önmagamért, hanem másokért. Most például, amikor különféle nyavaják a 70 éves korral járó betegségek kezdenek egyre markánsabban megjelenni rajtam, akkor mindig mosolyogva azt mondom, hogy ezt most felajánlom a új papi hivatásokért, vagy szerzetesnői hivatásokért. Kérem önöket, akik most együtt töltjük ezt a délelőttöt, éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy nincs olyan pillanata az életünknek, amely Isten országában nem válik valamire jóvá. Nem hasznosítható, de még egyszer aláhúzom, nem a magam, hanem más, vagy a közösség javára. És hát így a vége felé, a türelem gyakorlatban ott vannak a házasságok. A fér-feleség kapcsolata. Én kérdem én, hogy a mézes hetek, meg az első 2-3 év szenvedélyesebb szerelme után nem egy türelem kapcsolat, egy fér és feleség kapcsolódása, szövetsége, ahol minden nap a legnagyobb ellenségemet, saját magamat kell legyőzni.
ezzel kapcsolatban is várnám esetleg itt a 061-808-9555-ös számon, hogy ön, tisztelt EVTN néző, mint feleség, vagy mint férj, mint házasságban élő, hogyan gyakorolja a szelídséget, hogyan gyakorolta a szelídséget. Említette az egyik betelefonáló nem régen, hogy éppen a Marika néni, azt hiszem, hogy miközben adoptálta sorban az ő drága gyermekeit, súlyos beteg férjét is ápolta. Tehát egyszerre tudott két irányba gyakorolni türelmet, elfogadni azt, hogy neki már nem lehet újabb vérszerinti gyermeke, és amellett nem zúgolódva, nem átkozódva, szitkozódva, hanem végtelen alázattal gondozta és segítette az ő beteg férjét. Mennyi módja a szelídségnek? Nem véletlen, és itt nem kritikát akarok gyakorolni a mai világgal szemben, de ez a telefonszám arányunk is, hogy ezelőtt a 8 boldogság mondat előtt úgy legtöbben elnémulunk. Mert érezzük, hogy hát bizony, drága Istenünk, drága szűzanyánk, szenteink, jaj, ebbe de sok a lemaradásunk. És ezért is érdemes, hogy például most a húsvéti idő derekához közeledve, sőt, már azt el is érve, próbáljunk bevállalni ilyen türelem gyakorlatokat, vagy amit nem látunk előre, hogy mit hoz elénk a következő óra, a következő nap, azt ne úgy fogjuk fel, hogy ó, már megint egy balul sikerült feladat, ahol nem sikerült helytállnom, felsültem. Nem. Ezek mind próbatételek. Avillai Szent Teréz, az én egyik nagy kedvenc, misztikus szentem ő, egyik alkalommal perlekedett az Úrral, Jézussal. Ugyanis már hosszú ideje lelki szárazságban szenvedett. Nem érezte a ima ízét, nem érezte az oltári szentség áldó, megszentelő kegyelmét. A Szent Jónásnak a segítő kegyelmét sem. És ez felpanaszolta az Úr Jézusnak. És ekkor válaszul, mit mondott neki az Úr, nagyon megdöbbentőt, tudod, Teréz, én így bánok az én drága, legkedvesebb barátaimmal. Itt én is újra és újra elnémulok, ha önt ott a tévé képernyője előtt, drága Krisztus hívő testvér, megpróbáltatások érik, akkor ezt ne, nehogy csapásként, nehogy durva, Istentől jövő próbatételnek tekintse a szónak abban az értelmében, hogy ezzel Isten minket nagyon is megaláz. Nem. Eleve a jó Isten nem tud rosszat tenni. Azért adja, azért engedi, mert látja bennünk, érzi bennünk, benned, aki ezt viseled, hogy ezt te végig tudod csinálni, meg tudod tenni. És itt teljesen mindegy, hogy milyen állapotú vagy, hány éves vagy. A lélek, az Isten befogadás kegyelme a minden. Telefonálót jeleznek munkatársaim. Halló, halló! Krisztus föltámadott. Valóban föltámadott. Szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen. Mária vagyok, Szeged Szőregről. Na, hallgatjuk, drága Mária. A 8 boldogságról kapcsolatban szeretném elmondani, 2005-ben voltunk a Szentföldön, Zarándok úton,
és a Nyolc Boldogság hegyén volt az első misénk az altemplomban. És olyan megtiszteltetésért, hogy én olvastam a könyörgéseket. Értem. Úgyhogy bármikor eszembe jut, nagyon boldog vagyok. Mi van ott én pontosan? Erre... Írja ne nekünk. Megmondom őszintén, én csak filmen, illetve diaképen láttam ezt. Nem igen? Hinném, hogy a nézők nagy része eljutott már oda. Miből igen? áll ez a szent hely? Ahogy mondta, a Nyolc Boldogság hegye. Igen, mi van ilyen ott? Nyolc szögletű templom van a hegyen, igen. ott, ahol az Úr Jézus annak idején beszélt a... Elmondta ezt a Nyolc Boldogságot. Igen, igen, igen. Méreteiben ez van mekkora? Mondjuk a Szegedi Dómhoz viszonyítsuk. Magasságra nincs ilyen magas, hanem inkább ilyen nyolc szögletű. Értem, értem. És akkor altemploma van, meg egy felső temploma, de akkor nekünk ott lehetett misézni az altemplomban. Igen. A csoportnak. És ez a hely, ugye a Genezáreti tóhoz közel van? Igen. Ugye? Igen. Tehát onnan igen. rálátni a vízre is. Igen. Igen, igen. Ez csak azért és emeljük akkor... ki, hogy igen. az Úr Jézus igen. mennyire... felhasználta a természetnek a erejét, hogy a hangot, igen. ugye a víz felerősíti, és hát az volt az ő a mennyei atyától adott mikrofonja, vagy éppen igen. hangfala. Igen. Na volt is ilyen próbánk, de ez máshol volt. Na mondja. Ezzel a hanggal kapcsolatban, hogy mi fent voltunk, és az idegenvezetőnk pedig lent volt, tehát ilyen lépcsőszerűség igen, volt igen. a szabadban kialakítva, igen. és ott voltunk fönt, ő pedig lentről beszélt, és igen. olyan tisztán lehetett hallani, még tisztában, mint a mikrofonból. Ugye? Ugye? Igen. Igen, és volt ilyen. Egyébként szeret utazni? Hát nagyon sok helyre elütöttem, hálá Isten, most már nem tudok elmenni, mert volt 2 éve egy nagy műtétem, és legyengültem. Tehát nem tudok de van miből, csoporttal haladni. Van miből élni az élményei? Van, igen. Megkérdezhetem, hogy merre járt? Hát így a külföldiekből próbálom igen, elmondani, tehát a Szentföldön, voltam Szicíliában, a szirakúzai szűzanyánál, és ezáltal egy Szicíliát körbejártuk busszal, ott repülővel mentünk, ott és akkor Palermo, Katália. Onnan elmentünk Máltára, elmentünk a Lippari szigetekre, voltunk egy olyan szigetén is, ahol nincsenek házak, csak tehát van csak egy-két árus, meg ott van egy olyan... Magyarán turizmus. Igen, igen. Ez akkor úgy vegyetve volt a vallási zarándoklat, meg a kirándulás. Igen, de minden nap volt szentmisénk, úgyhogy volt olyan eset, hogy fönt volt a szálláshelyünkön, volt egy ilyen nagy folyosó, és akkor ott és ott tartotta meg az atya. Az atya a misét. Értem. Egy Verbita értem. Atyával voltunk, ő is volt itt már ebbe a kommunióba. Értem. Most hirtelen a nem baj. Neve nem jut eszembe. Semmi gond. Én nagyon köszönöm. Még azt hagy kérdezzem meg, hogy az ön életében a bérmálás szentsége mennyire kapott hangsúlyt? Emlékszik rá, amikor bérmálkozott? Tehát engemet nagyon vallásosan neveltek. Igen. Tehát a hittanórán, sőt, a 8. azért nem kerültem be a hittanórára, mert csak 1 napot adtak a beiratásra, és akkor igen. éppen anyukám még elfelejtötték, és a fődekbe kint dolgoztak, aztán utána már csak ilyen templomi hittanra jártam 8. Igen. De már előtte meg voltam bérmálva a Domba, Szegedön értem. A Domba bérmáltak. Még egyet még köszönök én. Önnek. Ezt a gyönyörű tájnyelvet. Nagyon köszönöm. A legkomolyabban mondom, őrizze ezt, mert ez is a nemzetünk, a magyarságunk kincse. Én igen. nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Más is mondta ezt már. Áldja meg az Isten, és kívánom, hogy sokat merítsen még az átélt élményekből otthonában. Köszönöm, hogy hívott. Még... Sajnos igen, nincs több időnk, mert
telefonban. De annyit szeretnék mondani, mondja, hogy én amit leírtam az útjaimról, igen, én elküldtem egy példányt a Bónum TV-höz. Igen, ide a közösségszolgálathoz? Igen, 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 igen. Ebben nem tudok válaszolni, biztos fog kapni választ. Köszönöm. Nem most volt már kész, értem, tehát azért mondom, hogy ott megvan ez a... A közösségszolgálathoz azt javallom, küldj el még egyszer. Tehát közösségszolgálat@evtm.hu, és biztos, nincs, hogy lesz. Nem tudom, hogy csak én postán tudom elküldeni. Ebben nem tudok más mondani önnek, mm-hmm, vagy telefonon hívja fel őket. Írja fel a számot, 061-780-80-85. Mm. Jó? Jó. Biztos, hogy eligazítják, vagy választ adnak. Köszönöm, hogy hívott, mert egy újabb telefonál a vonalban. Halló, igen, halló. Isten, Isten áldja meg. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Halló, halló. Halló. Úgy látszik, elment a vonalunk. Most, ja, én vagyok. Igen, igen, ön az, drága. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hallgatom, hogy szólíthatom? Erzsébet vagyok. Erzsébet, drága. Öné a kép meg a hang már jelképesen. Hallgatjuk. Hát azt akarom mondani, hogy nagyon lerobbantam, kigyűlött a lábujjam. Hát nem tudok menni, itt nézem egész nap a szentmisét. Hát nem tudok menni. De türelemmel viseli? Én jártam a templomba állandóan, mindig ott voltam. Hmm. Voltam a keresztúton. Igen. Voltam a... Tehát részt vett az egyház életében. Voltam, akkor díszítettem a templomba is. Passiót énekeltek, gondolom. Voltam minden. Akkor benne voltam a... Jó, figyeljen, drága, mióta betegedett le a lábával? Mióta tart ez? Egy 5 hónapja biztos. Szokatlan ez az állapot, ugye? Nagyon hát igen, szokatlan. Mert nem tudok menni, mert minden nyomja a lábujjamat. De azért reggel nem marad az hát ágyban, felöltözik. Vagy, hát igen, vagy fekvő beteg? Tudok meg. Én lassan csinálom a munkát. A lakáson belül mozog. És igen, nagy türelmet kívánok. Hát pont erről szólt ez a ma délelőtti beszélgetéseink. Hát igen, de ma sajnos olyan rossz, mert én mindig mentem, most nem tudom. Hát nem vagyok elég türelmes hozzá, mert ez nagyon bánt, hogy ma meg is akartak műteni, azt akkor visszakigyűlött a lábujjam, úgyhogy hazaküldtek, hogy... Nem tudtak megműteni. Nézze. Most majd megint várjam, hogy mire begyógyul, akkor majd menjek vissza, akkor megműtik, de nem tudom, hogy mikor gyógyul meg, mert júniusra mondta a főorvos, hogy akkor majd csak begyógyul, de nem tudom. Drága, mennyire emlékszik vissza a bérmálására? Megkérdezhetem. Emlékszik rá? Hát bérmálására nem nagyon emlékszek vissza, mert ma 75 éves vagyok. Én is felejtek, az a baj. Tudom, igen, hogy bérmálkoztam. Igen. Első áldozó is voltam. Értem. Minden. Én egyet tudok tanácsolni, hogy reggel, mikor föltetszik ébredni, vagy hajnalban, rögtön mondjon el legalább egy tized rózsafűzért, hogy Uram, csak ma adj nekem türelmet, hogy elviseljem ezt a helyhez kötöttségemet. És ezt hát minden nap tegyen meg. A rózsafűzét meg imádkozok mindenki. Higgyel. Az asztalkért is imádkozok mindenki. Tehát felajánlja is. A betegekért. Igen. Mindenki igen. Imádkozok. Én felkelek hajnalba, azt akkor majdnem 2 óra hosszáig mondom az imát. Áldja meg az nem Isten. Az. Csak az a baj, hogy itt nagy zúgásban vagyok, azt nem tudom rendesen imádkozni. Miért van? Mindig zúgatna. Mi zúg? Szerettem, én nem tudom, hogy mit csinálnak. Ja, értem. Drága, ez a bajom nekem, mert arra gondoljon, hogy a Jóisten önnek idős korára ezt a küldetést adta, hogy másokért engeszteljen, a szenvedését másokért ajánlja fel. Csak egyet ne érezzen, hogy ön fölösleges. Ön nem lett azzal rosszabb keresztény, hogy most nem megy el a szentmisére, nincs ott az énekkarban,
nem végzi közösen a többiekkel a litániát. Végezze a televíziónál. Még azt felejtettem elmondani, hogy a Szent Családban is benne voltam. Hát már harmadszor jártam a Szent Családba. Igen. Akkor jöttem hazafele onnan, a Szent Családból elestem, összetörtem a homlokamat. Jaj, jaj. Háromszor jártam még egymás után, most még kigyűlött a lábam negyedszer. Hát annyi baj jött nekem egymás után, hogy hát nem is csoda, hogy... Ezek az életében, mint egy-egy ilyen akadályok, de kérem még egyszer, hogy viselje türelemmel, szeliden. Köszönöm, hogy elmondta, drága. Isten hát áldja is meg. Köszönöm. Dicsértessék a Jézus. Mindörökké, amen. Köszönöm én is, amit tetsz. Íme itt a példája annak, hogy ne érezzük soha, hogy a mi életünk most már egy elrontott krisztusi élet. Nincs. Krisztusban minden élet értékes. És hát mindig csengjen a fülünkbe vissza, hogy Jézus, amikor a követésére felszólít, akkor ő nem árult, hogy így mondjam, zsákba macskát, és nem egy sikertörténetet vázolt fel, hanem azt mondta, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, és úgy kövessen engem. És mi ez az önmegtagadó élet? Pont az, amiről az iménti drága mama elbeszélt, elmesélte, hogy még amikor tudott Szent Család ájtatosságra menni, mikor még ment a szentmisére, mikor még ment az énekkarba. Kereszt, de ezt azért kapta, mert ő erős hozzá, vég tudja vinni. Tisztelt EVTN nézők, nagyon múlik az időnk, szép lassan lepereg adásidőnk, még 2 percünk van hátra. Én hálás szeretettel megköszönöm az összes telefonálónak az értékes gondolatát, észrevételét, vagy éppen felrót panaszait, betegségét, nehézségeit. Nagyon köszönöm a műsor készítőinek, Nyári Andreának és Berec Juditnak a szíves közreműködést, és kérem önöket, hogyha eddig nem vették elég komolyan, imádkozzanak mától, hogy Uram, adj nekem szelíd és alázatos szívet, hogy bármi történik velem, bármi jöjjön a következő nap, mindezt a te kegyelmedben el tudjam viselni, és felajánljam másokért. Maradjon érdemszerző az életünk. És ebben a mai értékhiányos és nagyon türelmetlen világban így maradunk mi is, ilyen picinke tanúságtevők, akikben a kegyelem fénye nem alszik ki. Így köszönöm meg, hogy együtt tölthettük ezt a mai napot. Ezt a délelőttöt, vigyázzanak egymásra, ha Isten kegyelmet ad, akkor jövő kedden találkozunk, és kívánom nézzék az EVTN TV-t, sok kegyelmet és erőt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!